Nézzük az Alkémia Varázsóiskola Iskola egyik megoldását Szabolstól, és uh, itt láthatjuk, hogy a stílusok lényegesen jobban néznek ki, tehát maga a stíluslap, mint az eredeti. Tehát uh, ezért uh, gratulálok is. Elég ötletesen sikerült megoldani, ugye főleg az arany szín használatával. Egyetlen egy elem ló ki, ha már ilyen bearanyozott az egész oldal. Itt ezen a sötétes, uh, arany felületen ez a fehér színű Alkémia Varázsóiskola felirat egy kicsit talán kontraszt szempontból lehetne jobb. Na most uh, itt több mindent lehet csinálni, lehetne neki egy másik táblát adni, lehetne valami mást is, tehát ez, itt, itt több lehetőség van. Látszik, hogy képek kell kapcsolatban ha minden igaz, a legtöbb kép az, az ugyanaz, mint ami volt az Egy-két képet uh, nem ismerek fel konkrétan, de ez is, ez is jó. Aztán amikor elkezdünk klikkelni, látszik, hogy uh, itt forog ez a arany dollár kicsit. Tehát így teljesen meg is forgatod, ez egy külön animáció, ez is jó. Kivéve, ha gyorsan klikkelsz, akkor, akkor nyilván, nyilván uh, egy kicsit az animáció megreked. Uh, aztán lehet vásárolgatni dolgokat. Most a uh, nyilván viszonylag kevés rajnál tartunk, tehát most még, uh, most még ez egész lassú. De nyilván majd add event vent meg lehet, meg lehet oldani, hogy gyorsabban is menjenek a dolgok. Aztán, ha inspektál megnézzük, hogy uh, egy minimumhoz beállítasz neki, az valahol 600 pixel környékén van, ott is egész jól működnek az elemek. Aztán ahogy növekszik a hossz, úgy látszik, hogy van egy kisebb ilyen üres járat, ugye 1000 pixel és 1152 pixel között, így nem, nem fért ki igazán az oldal. Itt talán még egészen idáig mehetett volna ez a nézet tehát egészen 1150 valahány pixelig. Mert az nem optimális, hogy miközben 1000 és 1150 pixel között vagyunk nagyjából, a közben nem teljes képernyős az oldal. Nyilván meg tudjuk oldani teljes képernyősön. Tehát itt jó, hogy azt mondod, hogy nem foglalkozó 600 pixel alatt az egészszel, de itt, hogy 1000 és 1152 között nincs semmi, itt már egy kicsit tehát látszik, hogy 1150 valamennyi pixelnél már kifér, és megyünk egészen 1400 pixelig. Itt meg megint nem fér ki, látod? Tehát itt is lehetne egy-két pixelt még igazítani a törésponton. Ez nem nehéz egyébként, tehát uh, itt csak a töréspontokat állítod át. Aztán uh, nézzük meg, legyen egy bagőidományítás skillünk. Azt is meg lehetne csinálni egyébként, hogy eleinte elrejtjük ezeket az elemeket, és amikor egyet már vásároltunk, mondjuk ebből, akkor utána jön a második skill, és akkor így egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz később. Ezt lehet, hogy én is meg fogom majd oldani, hogy, hogy ez így jelenjen meg. Aztán vásárolok még aranykutatót, és akkor nyilván nő tovább a másodpercenként hozott aranyok, aranyok száma. Nézzük meg a HTML-t. Ugye a validációt azt mindig Érdemes megnézni, hogy volt-e benne hiba, és nem volt hiba. Ugye ez a tipikus figyelmeztetés, ami azt jelenti, hogy amikor sectiont lát, ugye itt van három fő section, ugye a bal oldali, a középső, meg a jobb oldali, akkor vár egy címet. Mert általában a sectionen belül címek szoktak lenni. De ez nem mindig igaz. És ezért ez így jó. Tehát nincs gond ezzel sem. Aztán, mi mindent lehet még? Nézni ugye HTML, CSS-t, azt a, itt a forráskódot forrás lehet látni, nagyon hasonló egyébként a, az eredetihez Van egy ilyen extra spanned, aranyakat gyűjthetsz kattintással, és az idő múlásával a hatékonyabb gyűjtés érdekében fejleszd a skill vagy és bérely segédeket. Igen, a, ezek képességek mondjuk. Tehát ez jó. Érdekes, hogy adtál egy ilyen kis külön külön leírást hozzá, ez ez jó. Aztán itt meghagytuk ugye a táblázatos formát. Sorokkal. És ezek folyamatosan kerülnek be a renderelődnek. Hogy miért renderelődnek folyamatosan, ez egy másik kérdés, nem biztos, hogy szükség van rá, hogy újra rendereljük őket, de ettől függetlenül nyilván megfogadtad azt a tanácsot, hogy ne foglalkozunk ezzel, hanem inkább a karbantartatóság az a fontosabb. A konzolban van egy Fevicon.ICO, tehát ez a, ennek a fevicon a hiánya. Ezt úgy tudod úgy tudod eliminálni, hogy elmész Kanvába, és Canva-ban egy Fevicon létrehozol, mondjuk nem tudom hány pixelszer, hány pixelszer, talán 64x64, vagy valamilyen Fevicon formátum, megnézed az interneten, és a lényeg az, hogy ilyen ICO formátumban nagyon könnyen el lehet menteni fevájkonokat. Ugye ezt hiányolja elvileg a, a konzolon belül. És itt van egy JavaScript fájlunk, tehát itt vannak a stíluslapok, itt pedig a JavaScript file. Nézzük a JavaScript fájlt. Ugye itt nincs semmilyen egyéb titkosítás a JavaScript-ben, tehát itt lehet simán látni. Annyira azért nem könnyű, de ha ezt a wattsnyut meg a konzolt bezárjuk, akkor egy kicsit többet is láthatunk. És mit lehetne még csinálni? Talán egy kicsit összenyomom. Igen, így van. Pont itt lehet a legtöbbet látni belőle. És akkor látszik, hogy követed ugyanazt a formátumot, mint amit eddig is, desztruktúrálással létrehozod. Ugye a kezdeti állapotot, a kezdeti állapot pedig egy függvény. Látom, hogy gondolom időnként hagysz szó közt a kapcsoló zárójel és az előtte lévő karakter között néha nem, ezen Prettier nagyon könnyen segít for automatikus formázásban. Aztán a returnben minden szépen és jól megvan oldva. Igen, ez jó. Igen, tehát látod, hogy itt nem hagysz szó közt, itt sem, itt viszont igen. Tehát ez az inkonzisztencia, ezen segít a Pritier, hogy ne neked kelljen erre figyelni. Oké, okay. ez is jó. Igen. Handle skills clicked. Tehát itt látszik, hogy a datasetből, tehát feltételezett, hogy létezik ez a dataset mindig. És ez az esetek nagyon nagy többségében létezik is. És volt egy ilyen kérdésed, hogy mi van akkor, ha vásárolunk, tehát mutatom a vásárlást. Most a másodperces részt nézzük, mondjuk ezer aranyra lenne szükségünk, meg tudjuk venni ezt a domát oké. Okay. És most megint megpróbáljuk megvenni a baguidomát, és kapsz egy jeletet hogy nincs elég aranyad. És megnyomod az oké. Okay. És érkezett egy ilyen kérdés, hogy hogyan lehet ezt megfelelően stílus sokkal ellátni. És uh, ezt mondtam is a kihíváson belül, hogy. Uh, nem érdemes ebbe az irányba menni, mert az alert az csak egy ilyen szükségmegoldás, ideiglenes szükségmegoldás. A végső megoldásban azt kellene csinálnod, hogy egy ilyen úgynevezett bootstrap modális ablakot hozol létre, módó window, bootstrap módó vagy más komponens könyvtárból is létre tudsz hozni modális ablakot, és akkor ez gyakorlatilag egy olyan div, vagy section, vagy akármi más, amelyet te magad tudsz stílusokkal ellátni, sőt van a bootstrapnek például alapértelmezett stílusa, nem tudom, hogy mennyire illeszkedne ebbe a, az oldalba, de az előttnek több problémája van, ezt jellemzően nem a felhasználóval való kommunikációra szoktuk használni, ez csak egy szükségmegoldás volt. Az, a, az egyik nagy problémája az előttnek egyébként, hogy nézd meg, tehát itt van 906 arany, oké, okay, próbálok vásárolni, most ez egy kicsit nehezebb, akkor próbálok valami olyat vásárolni, amire nincs itt a keret, és akkor itt láthatod az aranyag számát, mondjuk egy kereskedelmet, nincs elég aranyad, és lefogyasztja az oldalt. Tehát nem frissül az oldal addig, amíg, amíg le nem okézod az elértet. Ez a fő problémája az elertnek egyébként. És közben fut a program, tehát látod, hogy egy nagyobbat ugrott, csak közben nem történik semmi. Tehát ez, ez egy ilyen kisebb probléma az elértnél és ezt így lehet egyébként megoldani. Oké, okay. a többi rész az jó, egy valamire nagyon vigyáz viszont, hogy itt ez már túlmutat azon, hogy oké, okay, kisebb formázási problémák, ez már olvashatóságban baj. Ugye 144. és a 152. sor között van egy ifutasítás, és az ifutasításon belüli részt az egy behúzással, egy tabulátorral érdemes érezni, hogy az az ifen belül tartozik. Gondolja arra, hogy amikor tanulsz Python-t például, nincs is más lehetőséged, mert ott nincsenek zárójelek, ott maga a behúzás ad kódszervezési lehetőséget, hogy mondod, hogy mi van az ifen belül, és mi nincs az ifen belül. Tehát erre külön vigyázz. javascript is olvashatóság nagyon fontos. Aztán a többit pedig látom, hogy hát nagyon sok minden ugyanúgy van, mint ahogy, mint ahogy a kihívásban megoldottuk, meg is értetted de ezeket, tehát ez, ez külön jó, és nem, nem egy kis kis uh, munka egy ilyen, ilyen uh, hát összetettebb programot megírni. Úgy összetettebb, hogy ez már nem egy ilyen kis fizbasz feladat, vagy nem egy ilyen kis uh, interjú feladat is sorban megoldva, hanem ez már, ez már kőkemény, komoly um, terhelés alá Veti, ugye egy, egy friss szoftverfejlesztőnek, egy, egy még nagyobb programokat nem írt szoftverfejlesztőnek a képességeit, és ezért ugye ez, ez, egy, ez egy fontos lépés a fejlődésben. A következő lépés az, amikor észreveszed, hogy na ezeket mind nem egy fájlba kéne tenni, hanem több fájlba. De akkor mit csinálok a fájlokkal? Ugye? Tehát akkor itt, itt lenne a következő probléma, és akkor rájössz, hogy hát az, amit eddig tanultál, az az, hogy akkor több fájt illesztesz be a HTML-be, ugye a HTML az itt van, és itt van ez a script, ugye? És akkor több scriptet hozol létre. Csak akkor ezzel két probléma lesz. Az egyik probléma az, hogy nem mindegy, hogy a scripteknek milyen a sorrendje, mert esetleg az egyik scriptben létrehozol valamit, ami egy másik scriptben kell, a másik probléma, hogy amikor nézed Visual Studio code az egyes JavaScript fájlokat, főleg a későbbieket, amelyek hivatkoznak egy korábbi scriptnek az egy adott változat, változójára, akkor ott ilyen aláhúzásokat fogsz tapasztalni, hogy a Visual Studio Code nem fogja tudni, hogy honnan jöttek bizonyos változók. És ezért, ezek mind problémák, ugye? Ezért kitalálták a kódszervezésnek egy másik lépcsőjét, a webpeket. A webpeket szintén tanuljuk, ugye ott van a JavaScript tanfolyamon belül, ez lesz egy lehetséges következő lépés, de ez a következő lépés egyébként kihagyható. Amennyiben szeretnél react vagy angular foglalkozni. Mert ha szeretnél például react foglalkozni, akkor, akkor az történik, hogy ö, ugye kihagyod ezt az egy lépést, hogy megismered a, ugye a webpeket, és a Create React App például automatikusan létrehoz neked mindent, amit csak szeretnél és akkor ez lenne, ez lenne a következő logikus lépés nyilván. Úgyhogy ezt tudom javasolni, hogy akkor ilyen irányba menj tovább, és ezt a feladatot kiválóan megoldottad. Ugye egyelőre még nincsenek eredmények, mert még várok egy néhány napot, ugye azzal, hogy beérkezzenek a, a megoldások. Ugye a felvétel idő pillanatában várok, még amikor ez a videó kikerül, akkor... akkor már elképzelhető, hogy az első és a második helyre már nem lehet pályázni, tehát ezt mondjuk hétfő, kett, szerda, tehát olyan szerdán már az első meg a második hely meg lesz, és a harmadik helyért még továbbra is lehet pályázni, ugye ez egy megosztott harmadik hely. De itt elég pluszt adtál, ugye ehhez a, fel a feladathoz, hogy Ugye esélyes legyél a második vagy az első helyre? Tehát itt most versenyben vagy, nagyobb hibákat nem találtam, működik, élvezetes, jobbrá nézni, mint a saját megoldásomra, úgyhogy gratulálok hozzá. A stíluslapokat azért nézzük meg, mert azt még egyelőre nem elemeztem. Itt van a Sources, és itt van a Style.css. Tehát ugye a box sizing border box az a HTML elemnél van, itt adod a font size azért, hogy ariemeket tudj használni később, de úgy látom, hogy nem nagyon használtad ki, hogy, hogy ariemeket adnál, de lehet, hogy ez csak inspiráció volt. És itt pedig ugye minden elemre van ez a box sizing inherit. Na most itt van egy, egy olyan megoldás is, hogy a before és after elemeket is elemekre is megadod ezt a box sizing inherited, meg paddinget és margin -t. Tehát ez uh, pontosabban csak a box sizing inherited. Uh, Oké, okay. body az uh, látszik, képeket rendesen relatív URL-ekkel hivatkoztad meg, ez jó. És a grid rendszert megtartottad, mint ahogy azt ajánlottam is, és a többivel pedig eljátszottál ugye ilyen különböző színekkel. Egy valamit tudok javasolni egyébként: hogy a, ezeket a színeket fent egy root elemben, vagy HTML elemben, vagy body elemben definiálod, mint CSS változókat. Ez a karbantarthatóság érdekében nem lenne rossz. Ezt tanuljuk is egyébként a HTML-CSS tanfolyamunkban. Tehát ez. Ez a, ezek a CSS változók. Ha minden igaz, még az ötnapos kívásban is benne volt annak idején, amikor egy portfólió oldalt építettünk. Ez pedig külön ötletes, hogy ilyen átmeneteket használsz, ugye például itt megnő egy kicsit, skálázódik 110%-ra, gyakorlatilag itt annyi történik, és lineárisan skálázódik. Hogy itt a lineáris az optimális-e, vagy más, azt nem tudom. Egy valami viszont gond, látod? ezt nem vettem eddig észre, lehet hogy, ez, lehet, hogy ez máshol is gond. Az a gond ezzel az animációval, hogy mindig újraindul. Ez nálam nem volt probléma, mert én, ha minden igaz, nem ezt az animációt használtam, hanem egyszerűen csak a méretet növeltem abban az esetben, ha hoverelünk. Sajnos, mivel újra renderelődik ez az egész rész, ugye az egész html ugye a semmiből újra generálod, ezért a transformáció maga nem vezet eredményre mert itt mindig újra kezdi a transformációt, mert mindig előről kezdi a hovert. Nálam ez azért nem látszódott, mert a hover automatikusan abban a pillanatban, hogy megjelenítődött, már rögtön a nagyobb értéket jelenítette meg. Nálad meg nem, hanem itt folyamatosan ugrál. Ez egy, gondolom ezt nem tervezted. Ez pont ezért van, mert ugye újra rendelelődik minden. Itt meg lehetne csinálni azt, hogy amennyiben Amennyiben nem történt változás az előzőhöz képest, tehát nem történt klikkelés, akkor nem renderelsz újra. Ezt a következő kép lehet csinálni. Van valahol egy render függvényünk. Tehát most ne, nem, igen, itt van a render. És a skills és a businessnél adsz egy ifutasítást mindegyikre külön-külön, jó? Tehát külön-külön adsz nekik if utasítást, hogy amennyiben valami változott, csak akkor renderelj újra, újra. És honnan tudod, hogy valami változott? Ezt onnan tudod, hogy amikor klikkelés történik, handle employee clicked, vagy handle skills clicked, akkor abban az esetben egy változót hamisról bebillentesz igazba. Tehát skills changed például, a képességek változtak, ott lenne egy változó, eretileg az hamis, ez bebillented igazba. Jó? és amint ezt bebillented igazba, akkor onnantól kezdve mész a renderbe. Itt vagy a renderben. És itt it ennél, ennél a sornál beírod előtte az, hogy if, azaz ha, az a változó, hogy a skill-ek változtak, tehát skills changed, az igaz, akkor rendereld ezt újra, ezt a részt, és billensed azt a változót újra a hamisba, mert nem kell már még egyszer renderelni, már megcsináltuk. És ez tökéletesen fog működni. Mert csak akkor renderelsz újra, amikor tényleg szükséges, és nem minden másodpercben. És ezt egy pár sorból meg lehet oldani, csak két extra változót fel kell venni az állapot térbe. Úgyhogy ez így nézne ki elvileg. Na vegyünk még egy gyógyfőzetet közben, tudunk venni? Tudunk venni, jó. A tízezer az, attól még egy kicsit messze vagyunk, úgyhogy készítsünk még egy-két gyógyfőzetet. Meg mondjuk még egy bagói Nagyon jó. jó. És akkor egy kicsit gyorsabban érjük majd el a tízezret, nyilván. Látod, most már egy fokkal gyorsabban mennek a dolgok. Oké, okay. még annyi, hogy ez a fél arany, ez a te találmányod volt. Itt akkor lesz a el problémában elképzelhető az értékek kiírásánál, amikor már nagyon sok érték van mondjuk milliós nagyságrendben, mert akkor, hát reméltek, akkor már a felekkel nem, nem bajlódsz. Oké, okay. akkor ez megvan, látod, hogy hogyan lehet kiküszöbölni ezt a transition hogy ne legyen problémás és ne pattogjon folyamatosan. Ez egy kisebb probléma, ez a két sor. Ugye ezek ki vannak kommentezve. A kikommentezett kódnak az a fő problémája, hogy kicsit hanyaggá, teszi a pályamunkánknak a megítélését azoknak a szemében, akik esetleg fel akarnak venni. Tehát ezt inkább kövesd el itt, és ez nagyon jó, és akkor ezt szólok, hogy ilyet ne csinálja a jövőben, mert nagyon sokan nem csak, hogy azt csinálják, hogy ugye ott hagyják ezeket a, ezeket a kommentelt kódokat, hogy esetleg egyszer még jó lesz, vagy esetleg azért, mert a debug információ, és ezt most kikommentezem a konzologot, és utána vissza, hanem tovább mennek, egy e, sokan azt is csinálják, hogy ott hagyják a konzologokat a kódban, és az ott logol ilyen extra információkat, nem szép megoldás, és ami még rosszabb, láttam már olyan szoftverfejlesztőt, aki debugger utasítást konkrétan az éles rendszerbe, feltöltött, úgyhogy ugye van egy fejlesztői változat, meg egy éles változat, és a fejlesztői változatban ott a debuggerrel debugolt, és megnézte, hogy hogy fut a kód soronként, ezt mi is tanuljuk, és utána elfelejtette ezt a debugger kivenni a kódból, és bekomitolta ugye a sima rendszerbe, ő maga fel is töltötte az éles rendszerbe, mert ez, akkor még ez volt a deployment pipeline, hogy, hogy egyszerűen csak egy scriptet lefutatunk, és az átmesolja a fájlokat az éles rendszerbe, és ott volt a debugger éles rendszerben. És aki megnyitotta a fejlesztői eszközöket a szoftvernél, vagy a szoftver a software használata közben, annak megállt, megállt a tudomány, és ott egy debugger ugye, megállította magát a programot, és nem értette, hogy mi a probléma tehát ezek a különböző változatok, te az egyes szintűt követed el, hogy ez nem sikerült kitörölni. Vannak ilyen kettes, hármas, négyes szintű problémák is. Oké. Okay. És itt van ugye ez a, ez a megoldás, hogy itt az 1400 pixelt egy kicsit növelni kell a 992 pixelt is növelni kell. Egyébként ez az 576-992, és talán az 1400 is, arra nem emlékszem, hogy 1400 vagy 1440, de szerintem 1400, ezek magából a bootstrapből jöttek egyébként. Tehát ez ez, 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 ezeket a töréspontokat szoktuk használni ott. És az 576 meg teljesen üres. Ilyenkor ezt egyszerűen csak törölt ki. Mintha ott se lenne. Mert, ez ráásul még, ha minden igaz, nem is érvényes CSS. Hogy adsz valami extra üres szabályt, tehát pontosabban egy ilyen üres CSS deklaráció, az de szinte biztos, hogy hiba, amikor nincs ott semmi. De itt nem biztos, hogy hiba, csak rosszul néz ki. Ha nincs ott semmi, akkor azt törölt ki. Tehát ez egy ilyen kis extra, extra kódszervezési javaslat. Az pedig, hogy amikor bármi történik, a végén meghívod a rendert, azt ugye tanultad, tehát ez, ez külön jó. Persze csak akkor hívod meg a rendert, amikor amikor meg kell hívni. Itt is van egy ilyen if megoldás. Oké, okay. itt látod azért még, hogy szintén a kapcsolózárójelek formázása, nem akarom már túl sokszor mondani, használj pritiát és akkor mindenkinek jó lesz, tehát akkor olvasható lesz a kódod. És akkor nagyjából ennyit tudok elmondani erről a feladatról, gratulálok, hogy beküldted, esélyes vagy az első vagy a második helyre is, mert extra dolgokat is fejlesztettél le. A hét folyamán el fog dőlni ugye a helyeknek a sorsa. És ha bárki szeretne hasonló kihívásokon részt venni, akkor két dolgot tudok javasolni, az egyik az ingyenes HTML CSS tanfolyamunk, a link a leírásban, a másik pedig, hogy keresd meg, nagyjából két héttel ezelőtt indult ennek a kihívásnak az első napja. És akkor kövesd az összes napot, és még mindig beküldheted ugye a megoldásodat extra prémium támogatás hónapokért azon felül, amelyet ugye a mentor programon belül egyébként a vásárlásod alapján megilletne téged. Tehát ezt lehet beadni és ez az év végéig még érvényes, csak az első meg a második helyre már nem tudsz pályázni, amennyiben ez szerda után következik be. Oké, okay, akkor úgy látom, hogy mindenről beszéltünk, gratulálok a megoldáshoz, és jönnek még hasonló videók a jövőben is.